89 rendszerváltás után jöttünk itt Magyarországon, és akkor azóta itt vagyunk. Már 30 éve dolgoztam Magyarországon, mint ortopéd szakorvos, 3-4-5-6 éve, még ha egyszerre is, sok szakrendelésben és kórházban is, Nyíregyházán, de 5 éve mentem nyugdíjba, és azóta aktívan festek. Hoztam. Otthon van sok magyar, de itt van egy, szerintem ez a magyar ház. De a többi az Szozopó, Neszebár, tenger, az a szívem csücske a tenger. De ismerik, Sumenbe is jönnek nagyon a Kossuth Múzeumba, mindig keresnek, hol van, mert nem könnyű találni, de jönnek magyarok. Régen többet jöttek, vagy sok magyar jött, most kevesebb. Most mennek görögbe, vagy Spanyolországba. Bulgarski afraks, az bulgarski tombártanica, vagy nagyon csúsztan nacsi. A bolgárok kettős ünnepet ünnepelnek a mai napon, talán a tavasz kezdetét, és természetesen, hogy rajtam látható, a Mártenica ünnepét, ez a tavasz jövetele, bár az időjáráson itt most nem látszik, de szerintem mindenkinek már ott van a mosoly az arcán, hogy érkezik a jó idő, és természetesen a felszabadulás ünnepét ünnepeljük, Bulgária török rabság alatti felszabadulásának 146. évfordulóját, ami szintén egy szabadságot jelent a bolgár népnek. Ezt töretlenül, mint magyar közösség, magyarországi bolgár közösség itt ünnepeltük Magyarországon, ez most is lesz majd, és mindig tart, remélem, a közösség számára ez a kettős ünnep. A második hazámat jelenti. Nekem Magyarország is és Bulgária is a hazám. Én bolgár iskolába jártam Budapesten, bolgár iskola után bolgár szakra mentem az egyetemre, és az egész gyerekkoromban többszörösen visszatértünk, mint kis tanulók, diákok ide Felsőzsolcára fellépni. Úgyhogy nem ez életem első fellépése. Nyilván celebként ugye a harmadik, viszont kis kamaszként én sokat jártam ide Felsőzsolcára.
Ez az én ajándékom volt, amikor felkértek itt a Felső Zsolcaiak, hogy egy koncertet, egy megemlékezést a bolgár tavasz ünnepéről, a Mártenicáról, ami március 1-én, azaz ma tartják, meg a bolgár forradalom és szabadságharcnak az ünnepéről, ami március 3-án van, hogy én ehhez készítsek egy műsort. Na de nekem olyan szépen éneklő kislányom van, meg olyan szépen éneklő kisfiam, akiket simán rávettem, itt a kislányom, hogy hát énekeljen velem együtt szép bolgár dalokat. A fiamat arra is rávettem, hogy furuljázzon, és ez volt a mi kis meglepetésünk a Felső Zsolcaiaknak, hogy amikor én annyi éves voltam, mint ő, én már énekeltem itt Felső Zsolcán, illetve jártam erre felé bolgár iskolás koromba, most meg ő jár itt, ebben a korban, pont ugyanebben a korban, mint amennyi én voltam az első itteni léteimnél. Én azt szoktam mondani, hogy én erről a világból vagyok, már mindenhol vannak, tehát közös dolgaim, meg közös barátaim, és akkor ott mindenhol úgy érzem magamat, hogy itt vagyok, helyén. Tehát nem látok benne olyan nagy hiányt. Tehát amikor elmegyek Bulgáriába, elmegyek a falunkba is, ahonnan nagyapámék jönnek, semmivel se többet nem érzek ott, mint hogyha elgyövök Felső Zsolcára. Tehát ugyanúgy azt a melegséget kapom, mint nagyapáméktól valamikor.